Sziasztok, Makan vagyok, ez egy újabb Hermitcraft Modszósz epizód, amiben most egy kicsit galatikraftozni fogok, pár gépet megépítek, és hogyha lesz rá idő, akkor csinálok valami kis érdekességet, amit még sose próbáltam ki, de ezt majd akkor, hogyha lesz rá időnk. Én elkezdtem csinálni egy alap bázist, ugye mondtam, hogy itt a Meteorral most már látjátok, de én direkt megpróbálok nézni, hogy a Meteor helyén fogok csinálni én egy... Hát egy ilyen űrállomás, nem űrállomás, hanem ilyen kilövő állomás szerűséget, meg ugye alatt a gépek, gondolkodtam, hogy legyen. És ez lesz a végleges verzió, csak még nincs teljesen kész. Itt lesz majd egy ajtó, ezen kell lemenni. Hát itt csak egy ajtó lesz, és itt lifttel kell, ezzel elváltott blokkal kell lemenni. Ez maga, ez lesz majd a gépeknek itt. Területe, ide középre gondoltam a NASA Workbench-et, ide egy pár ilyen galaktikraftos gépet, és nem lesz ide emerendszer húzva, mert majd a wireless-t azt megcsinálom, nem felejtettem el, fel van még írva, úgyhogy a wireless az lehet, hogy akkor ebben a részben kéne megcsinálni. Na, majd meglátjuk, attól függ, hogy hogy állunk majd idővel. Úgyhogy, bocsánat, csak kicsit kapar a torkom. Szóval ide fogok pár gépet rakni. Itt lesz egy ilyen feljáró, na ez még nincs kész. Szóval idáig jutottam vele. Tényleg írjátok meg, hogyha van valami jó tippetek, hogy ez a feljáró rész, ez miből legyen itt. Rakjak be minden átlósan végig ilyen egy-egy ilyen inverted lámpát, mint ahogy itt van, csak más színbe. Vagy milyen blokkból legyen itt az oldala, meg milyen színű legyen a lépcső. Mert ilyen űrállomás-szerű dolgot szeretnék csinálni. És ez itt a feljáróm. Ezt csináltam följárónak. Itt lesz a kilövő állomás, az már kész van. Eset még nincs teljesen kés, az se. De itt lesz a kilövő állomás. Itt kell feljönnöm, és akkor ide középre berakom majd ugye ezt a steel plate-es dolgot. Ez a 3x3, ugye azon van a kilövő állomása neki. És maga a kilövő rész, az így néz ki. Vasblogból csináltam. Mert megtehetem. Igen, hát rengeteg a nyersanyag valamire kellett használni, és jól néz ki, ilyen industriális lesz tőle a dolog. Úgyhogy hát ez lett a kilövő állomásom. Ez itt a kis följáró rá, itt egy glowstone van a tetején. Meg a létra is glowstone, úgyhogy ide nem kell világítás, ugye carpenter's blokkal meg lehet csinálni létrát, hogy nem kell világítás, meg ilyen frankó, ilyen gyáras lett a létra is, ugye, mint a kémények oldalán szokott lenni ez a bevésett, meghajlított ilyen vas. Csak glowstone van rajta, úgyhogy világít éjszaka nagyon királyul. És akkor ide szeretném a gépeket majd rakni, úgyhogy hát lehet, hogy kicsi lesz ez a terem, most itt gondolkodtam rajta, szóval lehet, hogy majd erre, nem. Már majd kiderül, amikor elkezdem belerakni a gépeket, hogy is lesz. Ma még nem rakunk össze űrhajót, semmilyen, tényleg csak, hogy gépeket hogy rendezzem, milyen gépek is kellenek nekem ehhez az egész folyamathoz. Azt tudom, hogy már van kettő gépem, mert tesztelgettem, és én nem értem, hogy mindig Survivor-be akarok tesztelni. Mikor ott van a kreatív flatlandes világon, ahol a mechanizmus tutoriált is csináltam, lazán tesztelhetnénk ott. Nem, én megépítem itt a gépeket, aztán itt tesztelgetek itt, aztán nem működik, itt marad az emerendszerbe a gép, a nyersanyagot felhasználom. Szóval nem értem magamat se sokszor. De tényleg itt teszteltem, úgyhogy van egy pár gépem, mégpedig a CIR, igen, ez a Circuit Fabrikátor. Ez gyárt nekünk ilyen chip, nem, mit tudom én, miket nem tudom, majd mindjárt megnézzük. Itt vannak ezek valahol. Mindjárt, itt van ezt. Advanced Wafer, Basic Wafer, meg ilyen Solar Wafert, igen. Ilyen wafer, single solar modul, nem, mert ezt csinálja, blue solar wafer. Szóval ezeket csinálja nekünk ez a circuit fabrikátor. Van még nekünk egy olyanunk, hogy kompresszor, talán csak elektr... Nem, ide kell beírni. Az jó volt, hogy Galacticraft. De ide kell, hogy elektrik kompresszor, így van. Itt ezt az elektron blokkot még itt szétszedjük. Oké. És szerintem ennyi gépet csináltam meg, úgyhogy jöhetnek is, nézzük, hogy mik vannak. Ugye rocket launch padot is kell majd csinálni. Ó, ez jó drága. De ezt meg is tudjuk csinálni viszont. Na, már kész is van. Nagyon jó.
Buggy fueling pod. Ó, király. Na, oxigénkollektor most nekünk nem kell. Oxigén kompresszor. Ilyen nekünk kell. Hát ebből kell egy pár darab, úgy érzem. Jó. Ilyen ütem van. Ilyet is kell csinálni. Ilyen oxigénmetet is csinálok, hogy négyet. Elméletileg minden van. Ja nem, bocsánat. Sőt, ez nincsen. Most már van. És azt hiszem, kompresszed alumínium nincs. Úgyhogy ezeket a gépeket be kell üzemelnem. Minél gyorsabban, de már most látom, hogy ebből rohangálás lesz csak. Úgyhogy a wireless emerendszert meg kell csinálni. Wireless. Jó. Wireless receiver. Nekünk ilyen kell. Van is hozzá ilyen anyagunk. Quartz fiber minden van hozzá. Jó. Mert ugye nekünk kell még egy ML terminál is. Amihez semmi nincsen. Mi hiányzott? Ilyen, azt hiszem. Miért azt használja? Úgyhogy nem is gyártok többet. Még egyszer, mi hiányzik? Ja, meg egy sima, igen. Quartz klasszom sincs, az hogy is kell? Jó, hát semmi nincsen. Igazából. Na, végén csak kiadja már a receptet. Jó. Na, most már összejön. Na, most már összejön. Na, csak összejött. Oké. Meg kell nekünk egy ilyen. Ujjjjj. 4, de nekünk 8 kell. Fluix Dust. Aj, ezt hogy is kell csinálni? Már nincs csak. Pedig tudom. Ne segítsetek, segítenei. Nem. Csak így lehet. Ó, de jó, Fluix kristály. Fluix kristály. Na, és azt hogy lehet csinálni, mert ez nagyon kevés. Ez nem a feltöltött, azt hiszem. Na. Igen. Charged Chertus Quartz, egy Nether Quartz és Redstone. Jó. Akkor csak annyit tudok, hogy Quartz. És akkor egy stack ilyen, egy stack ilyen, meg Redstone egy stack. És akkor ezt elméletileg, hogyha belevágom a vízbe, akkor én azon nyomban meg is kapom belőle a készült. Ugye Fluix Dustot. Hopp, valamit felszedtem. Nem a Fluix Dustot, Fluix kristályt kapom meg. Így né. Ah, jó, sokat kaptam. A két stacket kaptam. Hát ez most elég, és akkor Fluix Dustot csinálunk belőle nagyon gyorsan. Crusherrel mondjuk. Melyik chestbe tesz ide? Hát még kell. De ide is berakhattam volna. Nem, ide nem. De van nekem egy olyan, hogy Crusher, ami viszont ezt így szépen összetöri. Így van, és nem is viszi tovább. Nagyon jó. 18, itt ennyi volt. Na, ez most elég lesz nekem, szerintem. Hol is van, amit csináltunk? Még egyszer bedobjuk. Igen. 1, 2, 3, 4. Ezt hogy hívják? Cell, itt van. Jó. Akkor megint bedobjuk, és egy ilyet csinálunk belőle. Jó, de ez Energy Cell. Elméletileg mindenünk megvan hozzá. Hihuéi. Na most ez AE-val működik csak, vagy Redstone-nal is működik. Na igen, megint nem teszteltél, okos vagy.
Joule AE. MIE. EU. Watt. RF. Jó. Oké, viszont ilyen wireless booster is kell nekem. Na. Egy pár darab. Ender dust, az ender pearl dust. Ja, ez az lesz. Nagyon jó. Ez ráadásul nekem így gyorsan ledarálja itt ezt az egészet. Egy kell egy pár wireless booster. Jó. Hát ennyit csináltunk, mert valami elfogyott. Mi? Ja, olyat most nem is tudok csinálni. Úgyhogy nagyon jó, remélem már többet nem kell használni a Pure Certus Quartzot. Applied Energetics. Na, de jó, beírtam. Energ. Jó. Nézzük, hogy nekem milyen balok kell ehhez, hogy működjön. Crafting for inverted redstone acceleration. Nem. Eme controller, ami wire lesz, tudsz, biztos, hogy van. Creative energy cell, nem. EO port, cell workbench, interface, chest, drive controller. Quantum ring, link. Wireless access point, ez kell nekem. Még egyszer kell egy ilyet csinálni. Ja, először meg kéne csinálni ezt. Jó. És most ezt rákötöm a rendszerre. Ide. Jó, és akkor ezt hol tudom feltölteni? Ha ebbe beleszórom. Ez az. De jó, működik vele. Nagyon jó. Akkor remélhetőleg, hogyha csinálok egy wireless ilyen töltőt. Wireless. Ezt. Nem analyzer. Nem az. Hanem valami charger. Charger. Wireless charger. Érdekes. Milyen blokkok vannak itt? De nekem milyen kell? Ajaj, nem. Majd később. És tökéletes lesz. Akkor elméletileg. Be kéne jönni ennek a szarnak. Na jó. Unlink, de hogy kell linkelni? Hoppá, jó, kidobtam. 16 RF. Egyedben rakok, mindig kettővel nő. Ah, nyomjad neki! Jó lesz az. Hogy kell linkelni? Shift? Nem. Mert itt sehol nincs olyan opció.
De jó, hogy ezzel megy el a videó. GetX. Nem, megint rosszul írtam. Megvan a Virus Access Point. Az ugye oké addig. Nem tudom, fogalmam nincs. Hát régen úgy kellett, hogy ugye beraktuk a izébe, kontrollerbe, mert régen ugye be lehetett nézni. Nem úgy, mint most. Itt van olyan unlink, de hogy hogy a francba kell linkelni? Ugye hiába nyomok én rá, Steve Jobs, klik bármire. Francot se linkeli sehova. Ugye most így nekem elő akar hozni valamit. De mégse hozza elő. Így se lesz link. Na jó, itt most én megállítom ezt a felvételt, és akkor újra elkezdem, mesternek utána nézek. Pillanat. Na itt is lennék. Utána néztem a dolognak, magyarul megkérdeztem Proskáit, mert ő az ilyen új dolgoknak ott mindent tudója. Úgyhogy meg is lett, hogy mit kell csinálni. Hát én magamtól nem jöttem volna rá, mondjuk utána olvasok Wikipédián, akkor biztos. Ha rohadt sokat változott ez az EME rendszer tényleg, és én mindig csak a tanuló fázisában vagyok neki. Kellett csinálni egy EME Security Terminált, ez kell, mindenképp ez a Wireless Access Point, ezt jó kitaláltam, de ahhoz, hogy linkelni tudjuk az EME rendszerhez ezt az egészet, kellett hozzárakni egy EME Security Terminált, amiben ugye ide be tudtuk rakni, és akkor így belinkelt, itt már látszik is, hogy rámegyünk, hogy linked, tehát linkelve van. Most azt nem tudom, hogy mondjuk ott van áram, szóval nekem kéne csinálnom egy ilyen wireless cuccot, de most azzal szerintem nem foglalkozunk. Hanem majd tényleg az lesz, hogy ott lesz áram, és akkor oda csinálunk egy ilyen töltőt. Ide is, meg sok helyre ezt a wireless töltőt, hogy mindenhol tudjam tölteni. Úgyhogy ez a kemény kettő gépen van nekem, úgyhogy ezeket le is rakom. Az egyik az elektrik kompresszor, aminek nem ezen az oldalán megy az áram be, dehogy nem. Csak utólag nem kapcsolódik hozzá, úgyhogy ezt most innen szépen leveszem, visszateszem. Igen. Mert ennek hozzá kell kapcsolódnia. Így van, igen. Ez egy kicsit bukol a cucc, úgyhogy meg mindegyik gépnek ezen az oldalán van. Sajnos nem lehet átállítani, ez ilyen Galactic Crafters hülyeség. Úgyhogy azért is raktam így ilyen egy közökkel. Hogyha mellé raknék egy chestet, bár nem fogok, akkor mondjuk lehet így átvezetek egy kábelt, valami, majd kialakul ez, még nem tudom, hogy hogy lesz. Az a lényeg, hogy kap áramot, és ugye akkor ezzel tudjuk csinálni dolgokat, viszont ez csak annyit tud, hogy kiveszünk belőle a dolgokat. Úgyhogy nekem kell egy crafting table. 2, 3, 4. Jó. Mennyit fogyott belőle az áram? Eszi rendesen. Jó, és akkor csinálunk nem egy crafting table, hanem egy crafting station, de teszünk. Mit tudom én hova. Ez elé, hogy ne nagyon látszódjon. Mert ugye akkor tudunk itt nagyon egyszerűen kraftolgatni. Na szóval, ugye a wireless cuccnál maradtunk, ez mindenképp napi renden lesz. A wireless nagy ezen nem. Ezt muszáj megcsinálnom tényleg. Viszont ahol egy Slice and Pice nevű gép kell. Na jó, belefér még. Csináljuk meg. Ha már... Oppa, hello, Mr. Creeper! Igen. Beleférünk az időnkbe. Úgyhogy most tettem bele boostot elég rendesen a Wireless Access Pointba, most már 38 van benne, 250 méterig ér el, és 674 RF teszik csak az a része neki. Mindjárt megnézzük, hogy összesen unblock mennyit teszik a rendszerünk. 826. Na,
Az már igen, az már úgy elfér. Szép, de még mindig többet termel az a fönti szélerőmű, úgyhogy addig jók vagyunk. Hát le van tárolva 400 millió RF, úgyhogy az meg elég egy ideig. igen, Slice and Pies, igen, az kell nekünk, szóval a Quest of Wireless-t most hagyjuk. Slice and Pies. Jó, van hozzá mindenünk? Semmi nincs hozzá. Ez nagyon jól sikerült. Solarium Block, Soul Sand, akkor ez fönti összerakás le. Hoppá! Na, ez az. Fenti összerakás lesz, mert Soul Sand, és arany kell nekem, hogy összesűssük ezt a kettőt. Ebből lesz nekünk ez a blokk, ami kell ehhez a géphez. Aztán, de miért mindig arra jövök, itt is van. Ja igen, itt a fertilizert csináltam. Hopp, jó, akkor kell nekünk egy sír. Elméletileg beleraktam, kell egy Iron Axe. Meg még egy. Meg még egy sír. Meg egy machine. Ah, van, király. Meg kell egy olyan, hogy oktadik kapacitor. Oktadik kapacitor. Ágyjá, kevesebb van. Ilyen double layer kapacitor, ahhoz meg nincsen mi. Energetic alloy, ami arany, redstone és glowstone. Jó, hát akkor megkeressük gold. Redstone. És a végén kell még nekünk egy kis glowstone. Így van. Reméljük, hogy ez már kisütötte nekünk a szükséges mennyiségű belőle. 32-t raktam bele. Jó, elég lesz, majd a végén sütöd. Ezt így belepakoljuk, hogyha majd leűrül. Hopp! Aranyka. Ja, jó, ott van. És akkor nekünk kell még egy ilyen double layer-t. Még csak egy sült ki. Várunk még egy kicsit. Most már kettő. Jó. Akkor megvan minden oktatik kapacitor, az is nagyon jó, és akkor össze tudjuk rakni a Slice and Spice, vagy mit tudom én, hogy hívják. Így van, meg is van. Kell az X, azt én igazából magamhoz is vettem volna, meg a sír. Van kettő is. Ez meg steel, várjál. Nem olyan kell, nekem a sima kell. Jó, hát ezt nem is tudom hova rakjam. Nem ez itt egy energia kivezetés. Úgyhogy kell nekünk olyan, hogy conduit. Meg kell olyan, hogy igen, ilyen, de csak egy. Jó. És akkor így van, itt van egy kivezetésünk. Ezt lefedjük, és akkor rárakjuk a gépet, elméletileg így töltődik is föl. Hát, igazából lehetett volna még egy kapacitort csinálni, de szerintem akkor csinálunk is. Nem, akkor így vesszük le a receptjét. Ah, nem lehet. Aj! Kapacitor. Na szóval, oktadék. Double layer, nem, rossz gombot nyomtam. Double layer, egy. Akkor lesz ilyen egy double layer, oké is. És akkor nekünk olyan kell, hogy wire lesz. Charger. Így van. Ehhez nekünk kell Enderman fej, Silicon, Vibrant alloy. Jó. Enderman fej van 7. Vibrant alloyunk is van szerencsére. Szilikon is van. Meg ez a mit tudom én, ebből kell visszük az összeset. Jó. És akkor ugye belerakom ezt a double layer kapacitort ide az ok. Mi?
Még egyszer. Ja, nem, majd a következő recepthez kell. Jó, az ottadik kapacitor. Így van. És akkor ezt most nekünk így szépen összeégeti. Vagy nem tudom, mit csinál vele. Valamit, amiből a végén kapunk egy ilyen Ender rezonántot. Akkor nekünk ez kell. Ó, meg Electric Arc Steel is kell. Ó, már látom előre. Hát igen. Hát az nincs. És az Electric Arc Steel-t azt hogy csináljuk? Silicon, Pulverized Coal, Iron. Nagyon jó. Akkor még ez is kell. Iron. Ennyi nem kell. Elég egy fél stack is. Na. Silicon. Itt van. Meg Coal. Az is van. Nagyon jó. De végén csak minden meg lesz hozzá. Most várjuk meg, hogy kisüsse. Várjuk. Az már nem sok, az gyorsan meg lesz neki. Igen. A méhekkel nem tudtam nagyon foglalkozni, egyrészt nem volt rá nagyon időm. Meg tényleg macerás, ahhoz sok idő kell, úgyhogy úgy van, ahogy a videóban láttátok, semmi nem változott, a méhek sem működnek. Ezzel voltam elfoglalva. Úgyhogy, na, végre már sül nekünk. Jó lassan sül a Electric Arc Steel. Még ezzel az oktatott kapacitorral is. Úgyhogy ezzel volt elfoglalva, hogy ez a craftos kis részem elkészüljen, de hát még az se készült el, sajnos kevés időnk van rá. Megnézzük, hogy mennyi... Ah, de jó. Wireless Charger. Na, erre viszont kíváncsi leszek, hogy hogy működik. Ezt majd ele is rakom, mert akkor így aztán egyszerűen tudok dolgokat csinálni, tényleg. Mondjuk, lerakjuk ide. Ez most kap áramot, és elméletileg ezt nekem feltöltötte az inventory. Így van, ó, nagyon jó. Hála az égnek. Na, ez így nekem nagyon jó lesz. És akkor ugye... Néztük most már akkor Galactic Craft, így a végére. Galactic Craft. Jó. Azt mondja, hogy ott tartottunk, hogy ilyen oxigén dekompresszor, nem dekompresszor, hanem kompresszor kell. Ugye oxigén tölt. Internal storage into the oxygen tank. Aha. Akkor kell oxigén, majd kollektor is. Szóval ilyen kompresszd alumínum kell, amit nekem alumínum ingot kell. Alumínum ingot, meg is van. Veszünk ki belőle, hogy legyen bőven. Akkor ezt így bele kell ebbe szúrni, és ez nekünk így csinál belőle. Franco kompresszed alumínumot. Hol is van ez? Elvédőzi például, az is kell majd. Nem is tudom nekem mennyi kell ez. Hol is van oxigén, de kompresszor, sőt a többi része meg a M-rendszerben van, úgyhogy... Áh, nagyon jó. Ez az én szerencsém. Csak vissza kell mennem. Muszáj leszek ide kihúzni az M-ét akkor szerintem. Nem, kiveszem belőle ezeket a blokkokat, aztán kész. Ilyen egyszerű a dolog. Jó. De jó, hogy esik az eső. Na szóval... Miért mindig ide jövő? Ezt ne kérdezzétek, én se tudom. Mindig megkérdezem magamtól. Na, és akkor oxigén... Nem tudom, miért az oxigén kompresszorral kezdtem, de ez most már megvan. Viszont nekem olyan is kell, hogy oxigén kollektor. Meg egy olyan is kell, hogy... Így van, ez. Hoppá, úrunk van amúgy. Van. Sőt, akkor pirosat is csinálunk. Valami red cucc kell, így van. Hogy is kell piros? Így. Mennyi kell? 9.
Mindegy, át lehet festeni. Ilyen kell nekem, ez a heavy oxygen tankból. Egy, kettő, három. De jó, meg is lett. Na, akkor az oxygen storage modulhoz pedig, oh, ez is megvan. Nagyon jó. Akkor még olyan kell nekünk, hogy oxygen collector. Oxygen collector will store oxygen collected from leaves. Apa, kicsit odébb mentem. Surrounding area, és kell neki áram is. Úgyhogy erre csinálok majd egy külön kis részt. Mi van meg belőle? Ah, egy item hiányzik hozzá, még pedig ez. De jó. Hát ez nagy királyság. Ez az. Mi volt ez itt? Az a, oké. És akkor oxygen compressor, storage module, oxygen collector. Na hát ez az alap meg is van. Le a nincsen leave. Akkor viszont fogunk egy... Dehogy is itt van nálam a... Dehogy nincsen. Na. Kell lennie, hát én szedtem le levelet. Vagy lehet, hogy kikukáztam. Akkor lopunk itt a fákról, a távolról. Nem, ami itt kinél, arról gyorsan. Hopp. De nem marad meg. Hoppá, na, azért nem jó a Silk Touch. Akkor viszont azokról lopjuk le a levelet. Miért esik az eső? Azt mondja, hogy sír kell nekünk. He, igen, veszünk egy ilyen stílt. Ezzel gyorsan lelopjuk a levelet a fáról, mert ugye az kell, hogy a levélből tudja nekünk gyűjteni az oxigént. Nem kell olyan nagy óriási mennyiségűt, hogy... Ez viszont így nagyon hatékony. Frankó levágja itt nekünk a levelet. Ráadásul ugye steelből van, tehát még gyorsabb is. Meg még van rajtunk az a speedes kesztyű, az a Traveler's Gloves, azt hiszem úgy hívják. Szóval, hát ahhoz képest, hogy nem kell olyan sok, aztán én leszedtem itt a rengeteg levelet. Hát ezeket innen kivágjuk. Ne csúfogadjanak itt nekem. Oké, szóval azt a levelet meg is tartom magamnak. Mert akkor... hogy is legyen? Hogy is hossak rá? Jaj, nem az egy másik dolog, hogyan hossak rájuk. Aki tudja, miről van szó, az nézi a South Parkot. Ja, még itt is van levél. Oak leaves, oak leaves. Apple oak leaves. Jó. Most köszöntem még csak Sanyai, még már köszöntem neki. Ja, hogy most megy le? Hát akkor még jó, hogy szomorú smile-t küldtem neki. Köszönt már nekem? Ja, tényleg köszönt, el is felejtette. Na, akkor jó a szomorú smiley, aktuális volt. Akkor szerintem ilyen oxigéncső kéne nekem. Értem? Oxygen pipe, uma. Sőt, akkor még ilyen blokkba is csinálunk. Tin decoration block. Egy elég is, így van, mert akkor ilyen szürke lesz. Ugyanis csinálunk most egy termet, most akkor ezt már fölveszem. Ja, de úgyis elérem az emerendszert, szóval nincs problém. Valahova... Mondjuk ide be. Itt megy egy kábel, ezért gondoltam mondjuk ide. Főleg ha át tudnék rajta menni, az nagyon jó lenne. Viszont nem ezzel fogok termet építeni, hanem ezzel. Ezzel sokkal egyszerűbb. Igen, kicsit így vissza. Egy blokk maradjon azért, és akkor így. Azt mondja, hogy itt fog jönni befelé az energiakábel.
Ennyi kell nekem? 1, 2, 3, 4. Nem mit tudom én, fogalmam nincs. Ide is ütjünk még egy. Ennyit ütöttünk? Kettőt? Nem, így lett. Jó. Tudom, hogy amúgy a Oxygen Collector az minden irányba 4. 4 blokk távolságról képes gyűjteni a levelekből az oxigént, úgyhogy de én csak minden irányba 2-t fogok csinálni. Úgyhogy ha ide lerakom, ebben most az 1-2 föntre megvan, még lentre is 1-2, és akkor úgy lesz jó. Szóval 1-2, 1-2, sőt egyedül hátra nincs meg a 2, ugye, mert 1-2, és akkor oda lerakom, és akkor még ide. Hoppá, nem. Hanem így. Így lesz a jó. Nagyon erős ez a csákány. Igen, egyszer. Az ott sikeresen. Hoppá, ott túl is ütöttünk. Ott is. Nem baj, be tudjuk tömni. Jó, és akkor jöhet a levél. Remélem elég nálam a levél. Nekünk ebből ez így frankon ki fogja gyűjteni az oxigént. Nehogy maradjon üres rész. Utána még kell nekünk egy olyan rész, ahol... Ha felét fel tudom tölteni egy stackkel... nem szabad! Itt van nálam a sír. Az már jó. És akkor középre lerakjuk ezt az oxigén kollektort. Ide. Melyik oldalán van az áram? Itt. Valahogy úgy kéne megcsinálni viszont, hogy mondjuk... Így legyen az áram része, itt pedig a levegő. És akkor a levegőt, azt már most ki is vezetem. Hát nem lesz hatékony a rendszer, mert ugye ebben a blokkokban nem lesz levél, de azért rápillantunk, hogy mennyi levegőt is szedez össze nekünk. Lehet, hogy most magát csak az oxigén kollektort fogom beüzemelni, és majd következő epizódban pedig elfogy... Nem, még van. De csak 7, ajaj. Hát ez kevés. Itt nem mondjak, akkor még hozok. Még kell, nem is kevés. Hú, ott vannak fák. Ne, vágj ki őket. Ne. Gyorsan mentsük meg, amit lehet. Viszont ez összeszedi a levelet. Vagy nem? De. Úgy levágom a levelet, mint az állat. Mennyi levél lesz? Már sok is. Mindegy, úgy is kell majd később is a levél. Ugye föntre, na oda kell csak igazán, hogy így tudjuk elvinni az oxigént olyan bolygókra, ahol nincs levéllel. Úgyhogy nem baj az, hogyha lesz. Na most már ezt akkor, ezt a sírt, ezt kivégzem teljesen. Ha levágok bele, amit csak tudok. Ennyi. Jó. Az így gyűlt hozzám is. Ezt kidobjuk, hogy hadd gyűjtse össze, úgyni. Akkor ennyi elég is lesz nekem. Remélem az ilyet elfogadja az ilyen levelet. Hopp, lefelé nem tudok tovább menni. Ilyen vegyes bazár, bár annyira nem különbözik. Jó. Hoppá. Ne! Megint kiütöttem. Mindig elfelejtem, hogy nem szabad. Na és akkor ilyenkor jó, hogy van ilyen wireless cucc, mert kell nekünk olyan, hogy ő kivek cable. Így van, ez az Elite Universal kábel kell nekünk. Ami sikeresen hozzá is kapcsolódik. Ez elméletileg már gyűjti is nekünk. Így van, mennyi mennyiségű le. Így van, és tök jó, szívja az oxigént. Nagyon jó. És elméletileg így van, 180 adag per másodperc. Ez nem tudom, hogy mennyire elég, de biztos jó.
És akkor kell nekünk olyan, hogy Oxygen Storage modul. Ezt megnézzük, hogy ez a milyen kivezetés van. Kell neki áram is, meg ilyen is. Jó. Akkor ezt úgy rakjuk le, hogy... Nem tudom. Oxygen. Mondjuk így. Mert akkor itt le tudom ezt falazni. Ugye? Gondolkodom. Igen, és akkor de jó, hogy elvettem a kábelt magamtól. Itt ütök egy lyukat, itt felhozom a kábelt. Amit fogadjunk, hogy... Na. Ajjajajajaj. Még egyszer. Na. Ezen megy, fogadjunk, hogy ez oxigén kivezetés, ez is. Na, miben, hogy oxigén kivezetés? Ezt rakjuk odébb. Egy van. Nem is kell neki áram. Az viszont nagyon jó hír nekünk. Az ott marad. Nem marad ott, bemegyünk érte. Bemegyek érte, akkor is. Így mi? Akkor az jó hír nekünk, hogyha az kivezetés, mert... Ajjajjajjaj, nagyon erős ez a csákány. Akkor meg lehet úgyis csinálni az egészet, hogy így lerakom, akkor hol van? Akkor erre mutatja ezt a felét. Nem, maradjon így, így jó volt ez. Akkor egymásra tudom rakni a két gépet. Legalábbis remélem. Szóval... Ezt itt befedjük. Ez is kell. És akkor jöhet az oxigén. Tárold. Miért nem tárolja? Ez a kivezetés biztos azért. Igen. Ez gyönyörű lett, ez a kábelezés, és ezt így, így viszont szét lehet törni, és megmarad. Oh, de jó. Na, hogyha ez a bevezetése viszont... Ajja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 jj
Mindent szétítok itt már teljesen. Szóval, ha ez a kivezetése, és a bevezetése, tudunk egy olyan cselt csinálni, akkor lerakjuk, de nem lesz. Ez... Aha, jó. Viszont ennek tudja, hogy kell áram, és melyik oldalán van az áram. Ah, oh, ez az, ezen az oldalán van az áram. Nagyon jó. Akkor így ugyanis így alá tudom rakni. Itt ki tudom vezetni az áramot, amit először a gépre csatlakoztatok. Igen. Jó. És akkor itt pedig rá tudom kötni az oxigént. Így né. Ah, király. Na hát ez így jó lett. Egy kicsit csúnya ott belül, de oda se neki. Kicsire nem adunk. Na, hát ez egy eléggé kis kompakt oxigéntermő rendszerünk lett. És hogyha még csináltam volna plusz egy ilyen tartályt, akkor már fel is tudnám azt tölteni oxigénnel. Na, úgyhogy hát ez egy elég hosszú rész lett. Annak köszönhetően, hogy ismét bénáztam egy sort. Az most már nálam ilyen mindennapos dolog. Na, de végre most már elkezdtük a Galacticraftot nagyjából. Már az oxigén ellátás az megvan, úgyhogy most már jöhetnek majd űrruha, űrhajó építése, NASA workbench építés, úgyhogy hát remélem elég lesz ez a hely nekem. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha
tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot, ha pedig szeretnétek, hogy legyen Hermitcraft Mod Sauce a csatornán, akkor iratkozzatok fel. Sziasztok!